Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Az Európai Mobilitási Hét keretében szeptember 16-a és 22-e között számos program zajlott városunkban. Mai magazinunkban elsőként erről láthatnak egy összeállítást. Milyen programokkal várták az érdeklődőket a mobilitási héten? Ajka város önkormányzata idén első alkalommal csatlakozott az Európai Unió mobilitás hét rendezvénysorozatához, amely minden évben szeptember 16 és 22-e között kerül megrendezésre. Ajka városában elég színes program palettát sikerült összeállítani. Szerdán a Borsos Miklós iskola 5-ös utcai épületében tartott a kerékpáros tájékoztatót, a rendőrség részvételével, valamint az iskola udvaren kerékpáros pályán gyakorolhattak a gyerekek. Majd csütörtökön a Borsos Miklós általános iskola Móra Ferenc utcai épületében tartottak színes kerékpáros, gyalogos, gördeszkás programot a gyerekeknek, melyet filmnézés egészített ki. A pénteki napon került megrendezésre az esélyegyenlőségi nap, amelyhez csatlakozott a mobilitás nap, és itt a rendőrség állított össze egy keresztpályát, ahol a gyerekek gyakorolhattak. Péntek délelőtt a tó körül vártuk futásra az érdeklődőket, míg vasárnap délután a Bringa Ajka Egyesület tartott egy kerékpáros túrát, amely több mint 100 résztvevő jelent meg. Valamint hétfőn a Fekete-Vörös Marti általános iskola József Attila utcai épületében gyakorolhattak a gyerekek kerékpározással kapcsolatos témában, míg a mai nap az energiára, megújuló energiára hívtuk fel a figyelmet, hiszen elkészült a nyáron a napenergiás rendszer a VMK tetején, és erről egy kis ízelítőt mutattunk be, mivel azt tapasztaltuk, hogy az emberek keveset tudnak róla, és egy drónfelvétellel az Ajka TV-nek köszönhetőleg láthatóvá tettük ezt a nagy beruházást. Ezt követően tornázásra hívtuk a városlakóit, és az Ajkai Rendőrkapitányság, valamint a Bakony Sport kerékpárszaküzleti szerviz segítségével átnézetjük a bicikliket, és felhívjuk, hogy mit kell javítani, és hogyan lehet biztonságosabbá tenni a kerékpárokat, majd a két fiatal a kerékpározás egy másik ágára, az ügyességi kerékpározásra hívta fel a figyelmet. Az egész programot kiegészítette egy rajzpályázat, aminek ma volt az átadása. Nagyon sok és ügyes rajzot kaptunk, amit szerencsére sikerült megfelelő díjazásban is részesíteni. Ezen kívül két előadás egészítette ki a programot. Csütörtökön a nyugdíjas egyesületek részére tartott a rendőrség tájékoztatást a helyes közlekedésről, valamint a Tovafutók Egyesület elnöke dr. Péntek Zoltán tartott egy élménybeszámolót 140 kilótól a maratonik címmel. Úgy gondolom, hogy a program eredményesen és sikeresen tudta felhívni a figyelmet a mobilitásra. Tehát a rendezvény jelmondata, válasz, válts, variálj, tehát mi is arra kérjük az ajkai lakókat, hogy ne gépkocsival közlekedjenek, hanem inkább gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel. Akkor tehát van arra esély, hogy a jövőben is megrendezik ezt a mobilitási hetet a városban? Bízunk benne, hogy a testület támogatását megkapjuk, és jövőben is bízunk benne, hogy sikerül megrendezni ezt a rendezvényt.